Sziasztok, Danuka vagyok, és ez itt egy újabb felvételes adás itt a Game Show Channel csatornákon, az Apória a Völgyön is túl című sorozatunk 11. epizódjához érkeztünk. Éppen kinyitottunk egy ajtót, ami ilyen most a fényekkel játszanunk egyébként, és hát várjuk a folytatását a játéknak. Itt úgy látom, hogy kapunk egy utat fölfelére. Aha, kaptunk egy utat fölre. Jó, szupi. Előtte megnézzük, hogy miért kellett ide bejönnünk. Kapunk egy poti növényt, azt is látom. Kicsit ilyen kertszerűségnek néz ki ez a dolog, ahol most vagyunk. Mindjárt kiderül, hogy ez hova víz bennünket ez a... Egyáltalán fel tudok menni. Most már engedte, hogy felmenjek. Aha, van az indok. Nem, szerintem. Nem áll, hogy potik. Nem. Ezt... Ezt nem értettem, hogy miért kellett ezt leszednem. Na mindegy. Azt látom, hogy van fönt egy ilyen gépezet. Egyébként. Egy ilyen csörlőszerű gépezet, de... Magának a fogantyú részét nem is láttam még, hogy hova kell behelyezni. Akkor menjünk el erre, mert itt van valami, itt is kell valaminek lennie. Aha! Szerintem ebbe kellett ezt berakni. Igen, nyílik a lépcső. Azért egy kicsit még körbenézek. Szerintem erre semmi. Ezt az utat akarom megnézni. Szerintem ez rejtik valamit. Egy zárt kaput. Nem, illetve ez majd ki fog nyílni, pontosítunk, hogy ez majd akkor ki fog nyílni, amikor erre van idő. Szerintem ez lesz a ilyen leútunk ide-vissza. Na nézzük. Ez pedig egy felvonó. Nem fel kell magunkat húzni. Az egyiket nem húzta. Na, eljutottunk? Eljutottunk. Nagyon jó. Na nézzük a következőt. Jaj, ne. Edények. Semmit nem lát. Ah! Eddig kellett mondanom. Ez a poti még mindig nem kell nekem, de inkább megtervesszük, mint hogy mondjuk a futás közepette kelljen erre várni. Fölmenő út. Na és akkor az újabb puzzle. Na nézzük, hova kell. Mielőtt ezt még megtesszük, a fontosabbat csináljuk. Ez nem az a... Oké, most viszont az a szituáció van, hogy kell nekem poti.
elixír. Hú, ez nagyon-nagyon soknak tűnik, sok tükrösnek. Aha, oda kell vinnünk. Jó, oké, látom. Azt a mindenit. Jaj, ne! Itt a zöld. De van egy olyan gyanúm, hogy itt nekem nem csak zöld, hanem lilára is szükségem lesz. A lilát viszont még nem látom, hogy hol van. Hát itt most rengeteg tükröt kell állítgatnunk, az biztos, és nagyon sokat is kell. Azon gondolkodom, hogy azt fogjuk csinálni, hogy az a szerencsénk egyébként, eddig tudjuk tökelni, akkor sajnos nincs más megoldás, mint hogy ide-oda menegetni. Aha, pont nem látjuk azt a tükröt, úgyhogy akkor oda kell tekernünk. Vissza nem. Ó. Meg ezzel mit csinálsz? Szerintem az csak egy zsákutca. Azért ránézek. Ezzel tudok-e valamit kezdeni. Engedj ki innen. Ez zsákutcának tűnik nagyon, egyébként megjegyzem. Ezt nem tudom mozgatni konkrétan, egyébként, úgyhogy szerintem ez zsákutca lesz. Na, te hova? Oda. Szökőkutat. Kikerülvén. Életes. Kell nekem a zöld fény? És mi van, hogyha abba kell? Nem abba kell. Akkor nincs más megoldásom. Még egy ötletem van, és csak. Ez most kicsit túlment. Tökéletes. Jó, ide-oda megyegetünk a fénnyel. Ide-oda játszogatunk a tükörfékkel. Oké. Na, a nagy kérdés a következő. Várjál. Nem is vagyok benne biztos, hogy ezzel érek valamit. Addig jöjjön ide. Tudod, mit csinálunk? Ezt a tükröt eldobjuk oda. Még ez nem biztos, hogy kelleni fog nekünk igazából. Abba a tükörbe vigyük át. És akkor mindjárt megnézzük, hogy oké, engedhetsz. Ha megnézzük mindjárt, hogyha ebbe a micsodába dobjuk, akkor mi lesz. Oké. Íj, egy vihar! Oké.
Oké, és az egy nagyon jó helyre megy. Na, akkor most fog következni az, hogy nekem én most el kell mennem ezzel. Dani! Biztos, ami biztos, azért megnézem az ablakomat, de szerintem nem nyitottam ki. Jó kis égeső, ami nyáron előfordulhat. Bátor fel is ébresztette. És konkrétan teljes a sötét. Hogy idézem a vámpírok bájának az egyik legismertebb számát. Cica, mica. Ugye, fiú? Meg kéne keresni az ügyeskét, mert most szegényke kint házik. Engedj már! Miért nem engedsz, te rohadék? Jó, most meg vagyunk. Na égre. Na és akkor most mindjárt kiderül, hogy ez a fény most hova megy. Elviekben nekem van egy olyan érzésem, hogy nekünk itt erre kell tovább dolgozni. Oké. Érteni. Na akkor első körben. Viszont most ott vagyunk, hogy kellene nekem már a poti, de nagyon-nagyon durván kell a poti. Jaj, értem! Nagyon értem a dolgomat! Úristen! Nagyon értem a dolgomat, és nagyon elbaltáztam. Van egy döm visszaérni? Ez nagyon necces lesz futás. Miért nem indulsz? Azt kellett volna csinálni, hogy ez a zöld fény az oda le a nagyba, a nagy kristályra. Azt kellett volna csinálni. Pedig tovább erre. Vagy várjál? Nem, mert jól csináltuk. Bocsánat, nem szóltam semmit. Jól csináltuk, mert kell ahhoz fákja. Illetve kell ahhoz, hogy beindítsuk. Oké. Nagyon jó. Mehetek itt? Jó van, mehetek itt. Látom. Meg kell találnom a következő csodát, ahova kell irányítanom, az itt a nagy kérdésem. De nagyon-nagyon durva eső zaj. Zuhog. Nem látom a következő tükröt. Erre nézzünk le, mi van itt. Hát potinak kéne már nagyon. Itt is lent is dolgozunk, azt is látom. Jó kis virágos kert. Egy visszaút. Nagyon modern lépcsőkkel. Nem túl modern lépcsőkkel. Jajaj. Ez a, ott van egy micsoda, azt én látom.
Hát ez csak egy zsákutca, őszintén. Uram, atyám, nagyon durva vihar van most kint, gyerekek. Jelen pillanatban nem áll össze itt a fejem, hogy mi itt a feladat. Vagy ott hol a következő. Inkább így fogalmazom, hogy ottan hol a következő. Szegény ügyes. Igazából potit kéne keresnem. Az oké, hogy vannak ilyen virágos micsodák, de... itt van egy. Jó, oké, csak hogyan tudok bejutni? Várjál? Lehet, hogy megvan, hogy mit kell csinálnom. Hát nem hiszem, hogy azt egyébként, mert... Most csak meg. Ezt csak idáig tudod eltölni. Eltolni. Ezt nem tudod elpörgetni, ez nem, mert a sziklám van. Megvan. Kézenfekvő volt a megoldás. Gondoltam bele. Jókora lámpa micsodázgatás lesz itten. Jó. Ahhoz a kitörnőz. Életes. Nagyon picikét toljuk, hogy biztos megkapja a teljes fényt. Ehhez a tükörhöz megyünk. Ez nem lesz olyan sok munka. Jó, szuki. Akkor te jössz. Ezt viszont meg kell találnunk. Nem hinném, hogy ennyit kéne. De. Nem. Akkor veled van gond. Abba a túlsóba kell. Nem. Azt meg pont benne nem látjuk. Igen, ebből látjuk-e az ottani tükröt? Nem. Na, itt kezdődik a logika a tekintetben, hogy melyikbe. Mert lehetséges, hogy a... Mindjárt kiderül, hogy igazam van-e, amire gondolok. Van arra esély, hogy bizony. Ez látja azt is. Így van, pontosan. Akkor zsupszire. És ez azért fontos, mert ebből fogjuk azt a tükröt látni.
Oké, csak most az fog kelleni, hogy egy kicsit föl is emeljük a tükröt. Na, miért nem tudom fölemelni? Mégsem. Hogy ez egy dupla tükör. Jaj, ne! Hogy menjetek a picsámba. Dani bácsi érti a feladatát. Pontosan, ettől féltem. Na és akkor most jön a következő nagy kérdés, de azt hiszem nincs kérdés. Tükröket állítunk, szeretjük a játékot. Most két helyre is be tudom rakni, az itt a nagy kérdés, hogy melyik a... Szerintem őt kell előbb. Akkor most mindjárt kiderül, hogy ha most én ide rakom, akkor ezt hova fog visszaverni. Aha. És ha abba a tükörbe tenném, odáig el tudjuk. Ez is működik? Várjál. Jó kis elágazó tükör, aminek egyik felével azt tudnánk csinálni, ha működik, amire gondolok. De ez csak idáig mozog, úgyhogy akkor nem ez a megoldás. Akkor nem ebbe a tükörbe kell, hanem abba a tükörbe kell, ha még odáig el tud mászni. Persze, hogy el tud mászni. Jó, szuper! Na! Most jön a nagy kérdés. Ez látja-e a tojást? Elvileg ez a tojást világítja meg. Igen. De nem ez a megoldás valamiért. Nem tudunk görgetni idáig.
akkor még ezzel tudunk még valamit játszogatni. A tükörrel. Na, engedsz játszani? Aha, ezzel a tükörrel nem lehet mit játszani. Vagy kifogyott az elixir, amivel nem tudjuk mi megforgatni? Nem tudom, minden esetre nem túl biztatóak a... Na, még egyszer megyünk egy kört, hát ha... Nem, ezt nem tudjuk mozgatni. Ezt nem tudjuk mozgatni, szerintem az a szinte egész egyszerűen a probléma. Akkor vissza az egész. Nem hallok valamit, srácok. Valamit hallok. Kavicsokat hallottam, amik így mozgottak. De milyen kavicsok mozgottak, azt... Az a baj, nem látom, hogy mi mozdult meg. Nem látom, hogy mi mozdult meg. Csak úgy tudom megoldani. Nem tudom, hogy mi mozdult meg. Illetve milyen kavics hangot hallok. Kinyílt ez az ajtó. Na, várj egy kicsit. Ezt a tükröt ott eltaláljuk ezzel. Az meg. Nem, nincs elég időnk. De még valami mozog. Menjél már, te barát! Jó, innen folytatjuk a következő alkalommal. Úgyhogy addig megköszönjük a kedves nézőknek a figyelmet, addig is. Sziasztok!